A szerdai az első nap, mikor már nem autózhatunk az Eötvös tér felé. Persze, mint minden forgalmi rendi változás, ez is nehezen indul. Szerdán még volt, aki rutinból kanyarodott a főútra. Az autósok többsége azt mondja, nehéz lesz, de meg kell szokni az újabb változást. Nagyon nehéz lesz megszokni, de igyekszünk. Furcsa, furcsa egyelőre. A beruházás projektmenedzsere elmondta, hogy szerdától csak az autóbuszok járhatnak a főúton. Azok, valamint a gyalogosok a megszokott rend szerint közlekedhetnek. Biztosítják továbbá az érintett üzletek árufeltöltését, illetve megközelíthetőségét. Ez a művelet 2 hétig tart, utána viszont teljes lesz a főút lezárása, akkor már a járdaburkolatokat is felszedik. Autóval a Csengeri utcából kizárólag, valószínűleg csak egy sávon, a Sugárút felé lehet majd haladni. A Csengeri utca és a Sugár utca közötti átjárást azt mi folyamatosan biztosítani fogjuk. Valószínű, hogy egy-egy sáv mindig szabad lesz, így garantáljuk az áthaladást. Illetve az elkerülő utakat továbbra is használhatják majd az arra közlekedők, tehát az alternatív útvonalak, amiket korábban kijelölt az első ütem, az Arany János utca, Királyi Pál utca összekötése, az Rényi utca, a Rozgony utca, a Kisfaludi utca, az azt gondolom, hogy el tudja terelni a főutcát. Az elmúlt hetek tapasztalati alapján a gépjárművel közlekedők belátták azt, hogy van alternatív útvonal is, és jól használják ezeket a kerülő utakat is. A szakember hozzátette, közlekedési szempontból az egyik legsarkalatosabb pont az Rínyi-Csengeri kereszteződés, melyben már 2 kisebb baleset is történt, így most ott további biztonsági építmények készülnek. A Csengeri utca, az Rényi utca kereszteződésben egy forgalomcsillapító küszöbet fogunk elhelyezni, annak érdekében, hogy még jobban lassítsuk a Csengeri utca Miklós folyó irányából érkezőket, és fejjük a figyelmet arra, hogy ez a kereszteződés most már a Csengeri utca szempontjából egy alárendelt kereszteződés, a fő útvonal az Rényi utca. A forgalmi rend megváltozása miatt a kivitelezők és az önkormányzat fokozott figyelmet és türelmet kér mind az autósoktól, mind a városlakóitól.